André Jones, a szolnoki olajbányász, amerikai szlovák hátvédje, 195 cm magas, 29 éves, a legutóbbi két szezont Olaszországban töltötte, a Fiat Torino, az Aurora Jazzy és az Eurobasket Róma együtteseiben, de korábban játszott Szlovákiában, Finnországban, az Egyesült Királyságban, Oroszországban és Mexikóban is. Ismerjék meg André Jones-t! Nagyon sok országban éltem, laktam Angliában, Mexikóban, két évet Olaszországban, Oroszországban, Szlovákiában és Finnországban is. Szolnok? Szolnok nagyon szép város. Nem túl kicsi, de igazán csendes, és ez tetszik, ezt értékelem. Szolnok ráadásul közel van Budapesthez, vonattal egy óra, ezért szerencsés is vagyok, mert kerülhettem volna olyan helyre is, ami messze van mindentől. Szolnokon a kedvenceim a Tiszaliget, főleg mikor pénteken, szombaton megtelik a szurkolóinkkal. Egyébként is nagyon szeretek lejárni a csarnokba edzésre is, meccsre is. Az olajbányász egy elismert klub, sorra nyerte a bajnoki címeket, és Európában is ismerik a nevét. Nagyon boldog vagyok, hogy ide igazolhattam, hogy itt játszhatok. Szeretnék én is címeket nyerni a csapattal, megérdemli a klub, a csapattársaim és a szurkolók is. Nem lehet más a cél, mint bajnokságot nyerni és kijutni a nemzetközi porondra. Egy szóval folytatni a sikereket. Fans deserve it. Normally I only get one off day per week, so it's always practice. Normál esetben egy héten egy mérkőzés van, szóval a többi napon edzések vannak. Reggel miután felkelek, indulok a délelőtti edzésre, ez körülbelül két óra. Ekkor kosárra dobok, nagyon szeretek így tréningezni. Utána a szokásos helyemre, az evezősbe elmegyek ebédelni, majd hazamegyek és pihenek nagyjából egy órát. Utána irány a délutáni edzés, két óra gyakorlás, később pedig vagy otthon vacsorázunk, vagy a városban valahol. Általában így telnek a napjaim. Ha ki akarok kapcsolódni, akkor felmegyek Budapestre. Nem számít, hogy esik az eső vagy hullahó. Szeretek ott finom ételeket enni, kipróbálni különböző nemzetek konyháit. Legutóbb például grúz étteremben voltam. Nagyon szép város, szeretem elektromos robogóval bejárni. My favorite food probably is frutti di mare. A tenger gyümölcseit szeretem a legjobban, az a kedvenc ételem. Két évig éltem Olaszországban, ott tésztával ettem ezeket a tengeri herkentjüket. Itt Magyarországon a kedvencem a harcsapaprikás halokedlivel. Az nagyon jó, csípős szósszal, azt még nagyon szeretem. But with dumplings. I've lived in Europe so long. Régóta Európában élek, hozzászoktam tehát az európai életstílushoz, de én úgy amerikai vagyok. Próbálok mindenki felé nyitni a csapatban, és mindenkivel jó kapcsolatot kialakítani. Nem egy emberrel, hanem mindenkivel. Minden csapattársammal jó viszonyt ápolok. Everybody is great on the team though. So shine. Love me blind, sunshine. I wanna bathe in your light, babe. All day, all night, babe. Make me wanna say. Take a trip down to the beach where the pretty girls live. Away from the condo, way up in the cold. Girl, you too fine to be getting snowed in. You know that shit. Olivia's too. A kislányom Olivia, két éves, Szlovákiában született, augusztusban van a születésnapja. Az édesanyja is itt él, együtt lakunk itt Szolnokon. Her birthday is in August. So her and her mother are living here with me in Szolnok. I think. Azt gondolom, hogy egy remek apa vagyok. Legalábbis törekszem rá. Próbálom a kislányomat a tiszteletre nevelni, tanítani, és igyekszem minél több időt vele tölteni. Olivia sokat YouTube-ozik, különböző meséket néz, nagyon szereti. A gyerekek manapság mind így vannak ezzel, videókat néznek a YouTube-on, telefonon, ezzel nincs most baj. Amikor meccs közben felnézek a lelátóra és látom a családomat, az mindig extra motivációt ad. Nem ítélkeznek felettem, ha gyengébb, ha jobb meccsem van. Nem számít, hogy 30 vagy 2 pontot dobok. Én akkor is apuci vagyok. She doesn't care if I have 30 points or if I have 2 points. I'm still daddy.